Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Ekvádorban vendégszerepel a K-Kis zenekar. Az utazás előtt a Városháza dísztermében mutatták be azt az összeállítást, amellyel Dél-Amerikában népszerűsítik a magyar népzenét. Nagy útra készül a K-Kis zenekar, február 12-én kedden útra kell Tárnok Ákos és csapata, hogy teljesítsék küldetésüket, és egy 3 hetes koncerttúrán Ekvádorban mutassák be a magyar népi kultúra gyökereit, azt az autentikus népzenét, amely a Kárpát-medence hagyományait jelenti. A zenekar a Városháza dísztermében búcsúzott fehérvári közönségétől. Szeretnénk szokásanyagot is vinni, mint például a moldvai kecsketáncoltatás, aztán lesz boricázás a barcasági hétfalusi csángóból, de lesz hát szűkebb hazánk, Fejér megye déli része, kanászos tánc onnan, ezekhez ruhát, minden. Tehát próbáltunk, hogy legyen sok minden benne, ami úgy tükrözi, hogy többféle hangszer, többféle, mennyiféle vidék és mennyi stílus van. Ami Ekvádort jellemzi, a Dél-Amerikának azt a részét, hogy bizonyosan különösen vagy különlegesen fog hatni ez a magyar népzene. Mire számítotok, hiszen azért te ismerős vagy azon a tájon? Arra, hogy nagyon fog tetszeni nekik. Szerintem igen. Például a bőrduda megszól. A bőrdudát nem használnak arra fel, nincsen. Fúriák vannak, de mi, hogy sültültetjük a hangszert, tehát süvöltetjük a fúriát, meg dünnyögünk bele. Ez megint olyan más hangzás, ami náluk nincsen. Meg hát a nyelv is eléggé más a spanyolhoz képest a magyar nyelv, úgyhogy szerintem attól függetlenül rengeteg pentaton dalamunk van, és náluk is az andok zene, az ekvádori zenek, a régistűsú dalai, azok szintén pentaton alapok. Ez meg nem lesz nekik furcsa. Műsorunkban katonadalok lesznek, első világháborús katonadalok is lesz egy blokk, és a végén ott lesz a Trianon is. Ugyanis kivetítés ott ugyanúgy lesz, csak spanyolul lesznek fordítva mind a dalszövegek, mind az a leírás, hogy éppen melyik vidéken vagyunk, és Trianonnal kapcsolatban mi történt velünk 1920-ban, hogy elvették az ország kétharmadát, és a két ember, aki velünk jött, ők sajnos onnan jönnek, abból a részből, amit elvettek tőlünk Trianonba. Valahogy én remélem meg tudjuk értetni az ekvádoriakkal, hogy ez mekkora nagy seb a magyarságnak, és mekkora fájó pont ez nekünk. Szerintem meg fogják érteni, mert a második világháború, amikor itt dúlt, akkor nekik volt egy háborújuk Perúval, és Perú az ő amazonai részük kétharmadát elvette. A dél-amerikai vendégszereplésen két kiváló erdélyi zenész is csatlakozik a formációhoz. Bőte Csaba Ernő Tusnádfürdőről, még André Csaba Gyimes Középlokról érkezett, hogy tovább színesítsék a K-Kis repertoáriát. Az én ismerettségem, barátságom egy jó pár éve kötődött a K-Kis zenekarral. Egy általam nagyra tisztelt és becsült népzenekutató, népzenész Juhász Zoltán által ismertem meg én a fiúkat. Ez az egyik vonal, tehát így ismerkedtem meg személyesen velük, de ugye, mint tudjuk, ők andoki zenét is játszanak,
És a másik vonal pedig az az, hogy egyszer egy volt osztálytársamtól, még általános iskolába, kaptam egy lemezt, ami volt 12 zeneszám, és annyit írt rajta, hogy Ecuador. És én, hát, ahogy mondják, mai fiúdnak széthallgattam azt a lemezt, rongyosra hallgattam, annyira tetszett, és nem tudtam, hogy kik zenének rajta. És hát ugye eltelt egy másfél évtized, mire kiderült, hogy a Los Andinos zenekar volt az. És aztán személyesen is megismerkedtünk, és akkor elkezdtünk azon agyalni, gondolkozni, hogy mit tudunk együtt csinálni. Hát az egész az úgy kezdődött, hogy Ákos fiával kijött. Na, te figyelj, itt vagyunk Csíkszeredában, kiúrunk hozzá egy gyimesbe délutánra. Na, hát ez úgy lett, hogy akkor ott is aludtak, kirándultunk a hegyekbe, süttünk, főztünk és zenélgettünk. És akkor így a zenégetés során jött az, hogy hát mi lenne, hogyha valamit csinálnánk együtt. És akkor aztán szépen kiforrott, úgyhogy idáig fajult az egész. Bőte Csaba Ernő otthonról hazajött, hogy megmutassa az eredendőt, a magyar identitás részét képező erdélyi élet nagyon is valóságos dallamait. Ez úgy alakult, hogy a Kákicsal már nagyon rég jó baráti kapcsolatot ápolunk, és mindig beszéltünk arról, hogy jó lenne egyszer együtt koncertezni, együtt táncolni, együtt szórakoztatni a nagy érdemű közönséget, és erre most került sor. Első ízben lettünk meghívva velük közösen fellépni. Persze első kérdésre igent is mondtunk, nekünk is hatalmas megtiszteltetés, meg nagy kihívás is, hogy együtt koncertezhetünk velük, és persze minden további nélkül szeretnénk a maximális teljesítményt nyújtani, és a Kákisnek megfelelő előadásokat tartani. Ákos az imént azt mondta, hogy örömmel üdvözöl benneteket, annál is inkább, mert így legalább hitelesen kiegészülhet az a Kárpát-medencei kultúra, amit ők képviselnek, az erdélyi gyímes középloki tusnádfürdői, illetve az arra környékre jellemző népzenével. Így van, amikor ezek a blokkok bekerültek úgymond a műsor repertoáriába, akkor jöttünk mi képbe, hogy igazából ezt jó volna olyan táncosokkal, olyan zenészekkel színpadra vinni, akik tényleg teljes mértékben azt a kultúrát, azt az autentikát képviselik, és ezért is vagyunk most itt, hogy ezt minél hitelesebben próbáljuk előadni. A zenekar a Hajcs Kocsisom, Szép Hazámon, Nagy Magyarországon át című összeállítását mutatta be, amelynek dallamai lefedik a teljes Kárpát-medencei népdalkincset. Mária Magyarok Boldogasszonya címmel nyílt meg Józsa Judit kiállítása a Szent István Művelődési Házban. A Magyar Kultúra Lovagja díjas alkotó tárlata a keresztény művészet egyik kulcspillanata. Valódi ünnep Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban Józsa Judit, Mária a Magyarok Boldogasszonya című kiállítása. Ünnep, mert Józsa Judit minden nehézséggel, próbatétellel megküzdött, felül tudott ezeken emelkedni, és ismét egy olyan témát dolgozott fel, amelyet így ebben a formában a kortárs magyar kerámia szobrászatban még senki. Napjainkban különösen időszerű ez a tárlat, amely nem csak a kereszténységről, a hitről szól, hanem a gyökerekről, a hagyományokról, a nemzeti identitásról, az értékrendről, a megmaradásról is. Józsa Judit alkotásai úgy látom, hogy egészen sajátos helyet foglalnak el a magyar képzőművészetben. Azok a plasztikák, szobrok,
amelyek kezi alól kikerülnek, valami nagyon szépet állítanak elénk, valami értéket őriznek meg, valamivel megajándékoznak bennünket, segítenek minket, hogy az őseink hitében meg tudjunk maradni, hogy a régiek szívének és lelkének gazdagságát mi is meg tudjuk őrizni, és így a múlt kincse ne vesszen el, hanem megőrizve azt tovább tudjuk adni másoknak. Amit ő alkot, a szívéből fakad, az belőle születik, ezért igazán értékes és igazán hiteles. A keresztény művészet küldetése, hogy tükrözze Isten szépségét. Ez nem elsősorban esztétikai kategória, hanem a legszorosabb összefüggésben van az igazsággal. A szépség az igazság napfényre jutása. Józsa Judit szobrai megfogalmazhatatlanul szépek, mert az igazság ragyog fel bennük, és ez több, mint esztétika, valami mélységes titoknak, Isten üdvözítő titkának és a mi emberi életünknek a megragadása. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és valóban Spányi püspök úrnak, hogy itt lehetek újra Székesfehérváron, azzal a kiállítással, aminek Mária Magyarok Boldogasszonya a címe, a szívem csücske. És valóban nem véletlen, hogy így mutatom be azt a 14 Máriát, ami a kiállításnak az anyaga. Isten kegyelméből katolikusnak születtem Erdélyben, Székelyföldön, és az a tanítás és az a szeretet, amit a családban kaptam, az a hitből és a reményből táplálkozik. Úgyhogy ennek a mentén, tehát a katolikus egyházi év szerint a liturgikus Mária ünnepekből merítve mintáztam meg azt a 14 boldogasszonyt, amit itt látunk. Elsősorban 7 boldogasszonyt, mert hogy a magyar nép az ős vallásából, az ősi emlékezetéből 7 boldogasszony tisztel, és ezt kiegészítettem Mária élettörténetéből, Mária ünnepeinkből másik héttel, azzal a héttel, amivel együtt megismerjük Máriát a születése pillanatától egészen a mennybe vételéig, természetesen az utóéletét, úgymond a kultuszát is érintjük. Az az ősi magyar motívórendszer viszont kézenfogva jár Máriával. Hogy sikerült megőrizni ezt a motivumrendszert, kiegészítve, illetve párba állítva Mária útjával? A magyar népművészet az csodálatos, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy megőriztük ezt a népművészeti tárgyainkon, és természetesen a hagyományainkban. Az, hogy a különböző népi kalendárium hogy őrizi meg a Mária tiszteletét és az ősi boldogasszony tiszteletet, az visszaköszön a népszokásokban. Ezeket a népszokásokat kutattam ki, és merítettem belőle úgy, hogy természetesen fazekas családból érkezem Erdélyből, Korondról, a hagyományos népművészeti motivumainkat, mint egy szimbólumként használom, a népszokásokkal ötvözve. Ilyen például a kisboldogasszony vagy a kisasszony, aki úgy látható a kompozícióban, mint hogyha éppen most hajnalban, az aranybölcsőben, a napfelkelte közepette látnánk a szemeinkkel. És ugye azt tartja a népszokás nálunk Erdélyben, hogy aki látja Máriát, a kis Máriát az aranybölcsőben szenderedni, hát az bizony egész életében minden jóra való kívánsága teljesül, természetesen úgy kell élnie. Ha körbenézünk, akkor láthatjuk azt is, hogy ez a kettőség megjelenik, ugyanakkor őrzi nemzeti identitásunkat is, aminél nincs fontosabb, tudjuk a jelen időben és a jövőben semmiképpen sem. Úgy érzem, hogy a mai kor embere, különösen ugye a magyar testvéreimre gondolok, az átlag magyar emberre eltávolodott Máriától. De hát nem véletlenül születtünk mi ide a Kárpát-medencébe, és nem véletlen az sem, ahogy Szent István királyunk 981 évvel ezelőtt fölajánlott bennünket, az országot és a népet, a Szent Koronával egyetemben, a szűzanya oltalmába. Tehát mi Mária népe, s Mária országa vagyunk. És aki eltávolodott Mária köpönyege alól, az vissza is térhet, csak akarnia kell. Én szívből remélem, hogy ez a kiállítás segít abban, hogy megismerjük a szűzanyát, és még inkább megérintsen bennünket, függetlenül attól, hogy valaki katolikus, vagy református, vagy bármilyen más vallású. A szűzanya szeretete az ott van, a szűzanya közvetítő ereje az emberi világ, és a Jóisten világa között, a Teremtő között, a kis Jézus szívén keresztül ott van. Nekünk kell hozzá fohászkodni. Szívből remélem, hogy ez a kiállítás segít ebben.
A kiállítás látogatói megtapasztalhatták, Józsa Judit valódi hitvédő a művészet eszközeivel védelmezi és elmélyíti bennünk a keresztény értékeket, a magyar keresztény kultúra kiemelkedő művelője, szobraiban megjelenik az apostoli hit gyönyörű teljessége is. Százesztendeje hunyt el Ady Endre. A költő legendára emlékezve Imre Zoltán nagyváradi kultúrantropológus tartott előadást Ady Endre nagyváradi és párizsi kötődéseiről. A Szent István Király Múzeum meghívására az új magyar képtár adott otthont Imre Zoltán kultúrantropológus Nagyvárad Város Múzeumainak kultúráért felelős főigazgató helyettese Párizs a Szajnaparti Vára címmel tartott előadásának. Az előadás témája Ady Endre halálának 100. évfordulóján a korszakos költő Nagyváradhoz és Párizshoz való kapcsolata volt. Az egyébként az IKOM rendezvényen ismertem meg főigazgató helyettes urat, és hát rögtön barátság alakult ki köztünk, és vetettük fel a témákat, hogy miben tudnánk együttműködni, több más témában is a két múzeum együtt fog működni a jövőben. És az egyik az volt, ami természetesen Imre Zoltán életútjából adódóan, hiszen korábban ő volt az Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója Nagyváradon, alapvetően adódott, hogy Ady Endréről beszéljen, örömmel vállalta, boldogan jött, mi pedig örömmel vettük, hogy egy talán más szemszögből bemutatásra képes, nagy kaliberű meghívottat tudunk itt bemutatni Székesfehérváron. Kultúrantropológia más elvek mentén figyel egy-egy jeles személyiségre. Mit gondol ön Ady Endréről most 2019-ben? Hát nekem gyerekkorom óta kedvenc költőm, mindig is az volt, szerintem mindig is az lesz. Sok minden hasonlóan élünk meg az életben, úgyhogy személyesen nagyon vonzódom hozzá. De a kérdés első felére is válaszoljak, hogyha valaki olvasta magát a felvezetőt, a felvezető is egy ilyen kulturális antropológiai megközelítésből íródik. Tehát tulajdonképpen a bevezető szövegben Ady Endre neve nem nagyon hangzik el. Tehát ez meg az egész közegből, ami Nagyváradon akkor körülvette, indul ki a kulturális antropológus, Imre Zoltán, főigazgató helyettes, és ebből fogja levezetni magát ezt az Ady jelenséget és Ady viszonyát ehhez a világhoz, ami őt körülvette. Mi az, ami a régiből jött neki, mi az, amiben újat hozott az Ady, hogyan hat egymásra ez a két világ. Szerintem erről fogunk ma hallani sokat, de én nem tudom, miről beszél, tehát ez még meglepetés számomra is. Imre Zoltán avatott kutatóként, a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum korábbi igazgatójaként sokat tett azért, hogy a költő legenda életének meghatározó időszakát mélységében is megismerhessék a székesfehérváriak. Mindig egy kettős megítélésben volt Ady Endre, már az ő életében is. Folyamatosan vihart kavart maga körül, ami a mai napig tart. Tehát mondanám azt is, hogy egy olyan vulkán jellegű emberről van szó, mint amilyen a 20. század elején, és ezért mondom, és hangsúlyozom, párizsi nagy művészek alkottak. Itt most akár képzőművészetről is beszélhetünk, mert mindazok a képzőművészek, akik alkotóművészek voltak, és úgy hitték magukról, hogy ő a hang, az a nép hangja, vagy a társadalom hangja, a tükre, mondhatnám így, azok a mai napig egy olyan tükröt mutatnak, amiről lehet beszélni. Milyen volt Picasso is, ha lehet ezt mondani, vagy akár meg Verlaine, például Adinak az egyik kedvence, költője, és hát ebbe ékelődik be, ebbe a vulkán kellős közepébe helyezkedik Ady Endre is, és mi büszkékkel legyünk rá, nem az életére, hogy milyen életvitelt vitt, de még arra is, mert ahhoz, hogy egy ilyen emberi tudjon alakulni, ahhoz ilyen életre, életkörülményre volt szükség. Mindenféleképpen Párizst úgy ismeri meg Ady Endre, hogy Váradra jön, ugye? Tehát Várad a számára a város, messze menően fontosabb, mint Budapest, és itt ismeri meg a múzsáját, a Brühl Adélt, aki később a Léda lesz, belehavarodik ebbe a nőbe, és ebből a nagyváradi millióból, ebből a párizsi, mondhatnám, a hangulatból, mert Nagyvárad inkább párizsi volt, mint bécsi, tehát ezt már abban az időben észrevették, mind a tolerancia szempontjából, mind a vallásszabadság, mind a szólásszabadság, tehát a politikai, úgymond békjó ellen működő társadalom, amely jobban kinyilváníthatta véleményét. Ebbe találjuk bele Ady Endrét úgy, hogy szerves részeként, szervesen kapcsolódva, úgymond egy sugárúta alakul Párizsig. Léda kiviszi Párizsba, ott szembesül, hogy hoppá, nincs is nagy különbség Nagyvárad és Párizs között. Éppen ekkor, mikor visszajön újra Nagyváradra, nevezi Pecaparti Párizsnak, addig nem nevezhette, hiszen nem ismerte.
majd utána valóban a kávéházi élete, a Párizsból hazalátogató Lédán keresztül, mert úgy szokták mondani, hogy három évet volt konkrétan Nagyváradon Ady Endre, de én azt szoktam mondani, hogy erre még 9 évet kell számítani, mert Ady és Léda között még 9 évet Váradhoz kötötte, és mármint a költőt, és a Váradnak az alakulásában, mind a költői, mind a művészi alakulásában Ady Endre szervesen hozzátett. A Holnap Irodalmi Társaság keretén belül is Babits Mihály nem fedezett volna fel, nem fedeztük volna fel, ha nincs Ady, aki elhoz a Fogarasról. Neki köszönhetjük Juhász Gyulának a felemelkedését, és sok más költőnek is, így Balázs Bélának is, akik mind benne voltak ebben a körben. Ez Váradon alakul. Messze menően szabadság, egy szabad a hangot nyilvánítva, mint akár a Nyugat Irodalmi Társaság, vagy a Nyugat folyóirat. Ady Endre karizmatikus alakja meghatározó volt a magyar irodalomban és az újságírásban egyaránt, ugyanúgy a Nagyváradon eltöltött 4 esztendő meghatározó jelentőségűnek bizonyult a költő személyiségének kialakulásában. Ady Endre szellemi szülőhelye, örök szerelme Léda, barátai és a Holnap irodalmi mozgalom otthona egyaránt Nagyvárad volt. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!